menjünk egy kicsit külhoni vizekre. Van nekem is egy királylányom. Na. Kicsit más történet van. De azért mutatkozzál be egy kicsit, jó? Hát én Hajós Erika vagyok, és én is a meseszó egyesült mesemondójaként mesélek ma itt nektek. Többnyire népmeséket mesélek, de ma egy mítoszt hoztam, egy görög mítoszt. És hát bizony réges-régen történt, hogy Lükaon király vendégségbe hívta magához Zeuszt. Hanem a király fiai mindenképpen fejükbe vették, hogy próbára teszik Zeuszt, hogy valóban istensége, mint ahogy azt mondja magáról. Így hát a sok levágott vad közé emberhúst kevertek, mire Zeuszt megérkezett, roskadozott az asztal a sok finom falaktól. A sok finom sült illata szétáradt az egész teremben. Belépett Zeusz, nagyon szippantott, de megérezte az emberhús édes kis illatát. Szikrát hánytak szemei, dühébe felborította az egész asztalt. A királyfikat villámmal sújtotta halálra. Lükaon királyt farkassá változtatta. De Kallisztót, Lükaon király lányát, a királylányt szerelmével tüntette ki. A királylány Artemis mellé szegődött, a vadászat Szűzi istennője mellé. Ő nem olyan királylány volt, mint a többiek. Nem cicomázta magát egész nap, nem fésülködött órákig a tükör előtt. Egy kis fehér szalaggal kötötte hátra buja fürtjei, kezében vagy az íja, vagy hajító dárdája volt. Ő volt a legjobb vadász mind közül. Artemis istennőnek is ő volt a kedvence. Történt aztán egyszer, hogy egyedül vadászgatott. Meleg nyári nap volt, délire járt, már elfáradt, és nagyon forrón sütött a nap, így hát pihenni szeretett volna, így a sűrűben keresett egy kis átnyékot, menedéket. Letette íját, és ő maga lefeküdt a puha mohára. Búja furtjai eltakarták egész testét, úgy simultak végig rajta, mint egy vásontakaró. Szinte egyé vált a természettel, gyönyörű volt. Így látta meg őt Zeusz, és felébredt benne a vágy, hogy közelebb kerüljön a királylányhoz. Gondolta, hogy Héra, a féltékeny feleség, ott a sűrűben majd nem fogja észrevenni. Hanem, hogy közelebb tudjon a lányhoz kerülni, Artemis alakját öltötte magára, és úgy ült le a királylány mellé a mohába. És kedves hangon szólott hozzá. Merre vadásztál ma, mondd, hűtársam. Erre a királylány felült, Artemis neki Zeusz szemébe nézett, és kedvesen szólott hozzá. Tudod, én nyíltan vállalom, Artemis, hogy sokkal többre becsüllek téged, mint magát, Zeuszt. Erről az Isten elmosolyodott, és kedvesen átölelte a lányt. Kallisztó már éppen mesélni kezdte volna, hogy merre vadászott aznap, amikor Zeusz egyre jobban szorongatta, egyre jobban ölelni kezdte, csókolgatni kezdte, nyakát, arcát, szája szájára tapadt, és Kallisztó már nem tudott szabadulni. Olyan vadul, olyan erősen ölelte Zeusz, hogy nem tudott a karjaiból kibontakozni. Zeusz pedig nem tudta elnyomni vágyait, és magáévá tette a lányt. Van ez így. Általán. Miután Zeusz eltűnt, szegény Kallisztó tétóval léptekkel próbált a sűrűből kivergődni. De alig tett pár lépést, Artemis jött vele szembe. Intett is neki, nevén szólította a lányt, és hívta, hogy menjen közelebb. De ő azt hitte, hogy megint Zeusz üzd vele valami csúnya tréfát, s elbújt a fák között. Csak akkor látta, hogy valóban az istennő hívja, amikor a szüzeket meglátta mögötte. És akkor ő is a szüzek közé állt. Lehajtott fejjel,
lesütött szemmel. Nem a szüzek élén haladt, és nem Artemis mellett, mint máskor, hanem a szüzek között próbálta meghúzni magát csendesen, próbálta rejtegetni szégyenét. De akárhányszor ránéztek, vagy hozzászóltak, mindig elpirult. Artemis is észrevette egy idő után, hogy Kallisztó gyermeket hord szíve alatt. Így hát bármennyire fájt, elűzte magától. Kallisztó egyedül maradt az erdőben, gyermekével a szíve alatt. És így teltek az évek, így teltek a hónapok. Eközben Hérában forrt a düh és a bosszú vágy, hogy megbosszulja, bosszút álljon a lányom. És bizony elérkezettnek látta az időt, csak azt sajnálta, hogy közben Kallisztó életre hozta Zeus szerelmének gyümölcsét Arkaszt. Te gyermeket szültél az Istennek? De szaj, ha most ezért megbosszulnak. Elveszem tőled gyönyörű testedet, amivel Zeus szerelmét magára vontad. És lesújtott a lány. A földre nyomta, és hiába próbált védekezni, a királylány egyszer csak azt vette észre, hogy sűrű szőrzet kezdi elborítani testét, karját. Kezei görcsbe rándultak, hatalmas karmai nőttek, és karja mancsokká alakult át. Majd négy lábra ereszkedett. Arca eltorzult, szája tátva maradt. Segítségért akart kiáltani, de már csak morogni tudott. Így változtatta Héra medvévé Zeusnak szerelmét. Értelmétől nem fosztotta meg. De bánatának, fájdalmának már csak morgással s nyögéssel tudott hangot adni. Messzi távoli erdőkbe menekült, ott talál csak nyugalmat néhas menedék. De hányszor tért vissza a házhoz, ahol egykorül lakott? És hányszor sétált azokon a mezőkön, ahol egykor ő vadászott? És hányszor űzték csaholó ebe? Hányszor hajszolták a vadászok? Pedig egykor ő is közéjük tartozott. Amikor vadállattal találkozott, megrémült. A medvét látott, földbe gyökerezett a lába, elfeledve azt, hogy már ő maga is medve. Farkasok elől mindig elmenekült. Pedig apja már régóta a farkasokkal együtt üvöltött. Így teltek az évei, félelemben, magányban. Eközben Arkász, a fia, felcseperedett. Daliás ifjú lett belőle, s ő maga is vadász lett. És egy ízben szembe találta magát a medvével az erdőben. Arkász nem ismerte fel a medvében szülőjét, de a medve felismerte fiát, mert ő nézte őt. Arkász nem értette, miért nézi így a medve, és az íjához nyúlt. És ahogy a medve közeledni próbált, elő is kapta íját, hogy megölje a medvét. De ezt már Zeus nem tudta tétlenül nézni. Nem nézhette végül az akarattan anyagyilkosságot, így hát hatalmas szelet támasztott. És felkapta mindkettőjüket, anyját és fiát, és felemelte magasan az égig. Aztán ott elhelyezte őket egymás mellett, mint két szomszédos csillagzatot, a nagy medvét és a kis medvét. És mi földi emberek, azóta is gyönyörködhetünk bennük. Nem ez így. Ágota? Bartók Ágota vagyok, 2014 óta mesének a Meseszó Egyesületben, és ez a történet, ez harmadik Kázmérról szól, harmadik Kázmér király. A lengyelek úgy is hívják, hogy Nagy Kázmér, és egy kicsit hasonlatos a mi Mátyás királyunkhoz. 1310-től 1370-60 éven keresztül uralkodott, és a róla szóló legendák, azok nagyon hasonlatosak a mi Mátyás
történeteinkhez, a Mátyás legendáinkhoz, és ebből hoztam nektek egy olyan történetet, ami a Kázmér király keresztjáról szól. Még azt kell tudni, hogy a Kázmér királynak eredendően nagyon sok felesége volt, és sok ágyasa volt, de fiú gyermeke nem született, hanem csak lányai születtek, és ugye a nép az megpróbált egy történetet keríteni, hogy végül is ki az, aki a trónra került, és ki az, akit fiaként, fiának fogadott. A lengyel mesék egy kicsit másképp kezdődnek, mint a magyar mesék. A magyar mesék hogy kezdődnek? Hogy szoktak a egyszer volt valami. Így van. Ez a mese, ez pedig úgy kezdődik, hogy örök időtől fogva mindenki tudja, de kivált kép az ősz öreg asszonyok, akik ilyen hideg téli estéken a tűz mellett ülnek, s mesét mondanak, hogy élt egyszer egy szegény ember. Halljátok, ez olyan szegény volt ez az ember, hogy kinyílt a sárga virág a háza tetején. És ami egerek voltak a háznál, mind a szomszédhoz jártak koldulni. És ha nem lett volna ez a nagy szegénység, volt ennek a szegény embernek egy jóra való felesége. És az igaz, hogy jó szeretetben, szerelemben éltek, és olyan áldott jó asszony volt ez, hogy minden áldott évben, mióta együtt voltak, megajándékozta a szegény embert egy gyermekkel. És már éppen heten voltak, és a nyolcadikkal volt az asszony várandós. No, egyszer csak egy ilyen télvégi napon nagyon-nagyon sűrűn esett az eső, csúrom, sár volt minden, alig lehetett az utakon közlekedni, és korán sötétedett még. És egyszer csak ennek a szegény embernek a házánál kopogtat valaki. Hát ugyan ki lehet az ilyen sötétben, ilyen időben a kutyát nem verik ki. És egyszer csak, amikor ajtót nyitott, hát ott állt egy koldus. Láttatok ti már koldust? Nem egyszer. Nem egyszer. No, az szoroz meg hárommal. Hallod, de te úgy nézel ki, először is csurgott az egész ruhája. Volt rajta egy ázott köpeny, de azon annyi lyuk volt, hogy egy egér egy hét alatt nem fogott volna meg egy egeret. Egy kis vászonyparisnya lógott az oldalán, arról is csak a víz folyt, semmi nem volt benne. Köszönt illendően a koldus. Adjon is csak szép jó estét! Neked is. Gyere beljebb, mi áradban vagy errefelé? Hát gyere, ilyen időben a kutyát nem verik ki. Drága gazduram, tudnál nekem szállást adni? Gyere be, Istené, a szállás, kabátoljál le. De nagyon nem tudok neked helyet adni, mert a tiszta szobában az asszony fekszik éppen, utolsó óráiban van. De ha jó neked itt a kemences útba, ott szorítunk neked egy kis helyet. És bejött a koldus, a szegény ember egy pohár tejet, egy kis mézet, egy kenyeret, karé kenyeret kanyarított a koldusnak, amit ő jó ízűen megevett, s nagy szakállát megtörölgette, és bevackolt a kuckóba. No, megvirrat, s hát mikor felébredt a koldus, látja ám, hogy a szegény ember karján egy csecsemő. No, szegény ember, hát akkor a jóisten megáldott téged, látom az éjszaka. A fene egye meg, megáldott, megáldott. Na, hát mi baj van? Hát, miért lógatod így az orrodat? Olyan savanyú vagy, mint a vacsóska. Jaj, én már hajnal óta bejártam az egész falu, és nem találok keresztkomát magamnak. Már így is az egész falu a komám. De a gyerekkel ugye nincs semmi baj. Nem, Istentől megáldott jó egészségnek örvend. Akkor te ne aggódj semmi. Ha nem találsz keresztkomát, ne bánkódjál. Én most elmegyek, s holnap délig várjál. És akkor meglásd, még ez a gyermek, ez neked szerencsét fog hozni. Küldök én neked keresztkomát.
Ugyan, hát milyen keresztkomát tudna ez az áltott koldus küldeni nekem? De hát nem volt mit tenni, más választása nem volt a szegény embernek, várt. Várt egész nap, egész délelőtt, és már elhúzták a levesnótát is. Amikor egyszer csak Krakó felől hatalmas nagy porfelhő kerekedett. Lovasok vágtattak elől, mögötte egy hintó, és utána is lovasok. Uram Jézus! A hintó éppen a szegény ember háza előtt állt meg. No, gondolhatjátok, kicsődült az egész falu, apraja, nagyja. Hát, mi történik itt? Na, jönnek, azt viszik elfele a szegény ember. Valami rossz fát tett a tűzre. Hanem a hintó megállt. Szolgák ugrottak, lerakták lefelé a grádicsot, és leszállt ám egy hermelin palástos, szattyánbőr csizmás, koronás ember. És ha hiszitek, ha nem, maga volt az Kázmér király. Nézi a szegény ember, nézi, jól lát-e? Vagy elvette teljesen eszét a szegénység? És akkor aztán hajbók voltak. Jaj, felséges királyom, hát hogy ez a nagy tisztesség? Hallod-e, te szegény ember? Te tegnap úgy, hogy koldusi gúnyába voltam, befogadtál engem, ennem adtál, vackot adtál, szállást adtál. Hát most itt vagyok, megkeresztelem a fiadat. No, egy szemperc alatt beütette a szegény embert a fiával együtt a hintóba, és mentek a paphoz megkeresztelni. És mikor megkeresztelték, indultak hazafele. De bizony az ajtó zárva volt. No, akkor a szegény ember hopogott. Ki az? Kit vittetek? Szólt ki a bába. Pogánykát vittünk. És kit hoztatok? Báránykát hoztuk. No, akkor még egyszer megkérdezte a bába. No, aztán kit vittetek? Pogánykát vittünk. És kit hoztatok? Báránykát hoztuk. És ha már kétszer megkérdezte, bizony megkérdezte harmadszor is, hogy ugyan kit vittetek? Pogánykát vittünk. És kit hoztatok? Báránykát hoztuk. Akkor aztán megnyílt az ablak, és az ablakon keresztül a szegény ember átadta a bábának a keresztfiát, Kázmér királynak. Majd aztán ajtót nyitottak, s hogy a király nem hozott egyéb korozsma ajándékot, azt mondta a szegény embernek. Hallod-e, te szegény ember? Én adok neked egy zacskó aranyat. Ebből tanítassad a keresztfiamat úgy, ahogy illendő. És aztán utána, ha elérte, ha megérte a felnőtt kort, akkor küldd el hozzá, majd lássam, milyen ember cseperedett belőle. És aztán, ha úgy alakul, az egyik lányomat hozzáadom a keresztfiamhoz. És hogy megerősítse, még egy gyűrűt is adott neki. És azzal, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is ment a király. No, telt múlt az idő, szép, siheder legényé cseperedett, jó kis, jó vágású, jó kis bajuszú, erős, izmos legényé serdült. És éppen abba a korba került, hogy ő bizony már házasolódó legény lett. És mondta, édesapám, én most már nősülni szeretnék. No, nem úgy van az, fiam, neked el kell menned a királyhoz, és be kell mutatkoznod, és meglásd, érdemes vagy arra, hogy a király hozzáadja a lányát. Így, ahogy volt, fölültözött, tisztességesen, és egy lovat kanyarított az apja alá, és utnak indította. És ment a legény, ment a királyhoz. Ha nem, hát azért nagyon messze voltam az a Krakó. Aztán egy nagy, sűrű, sötét erdőn keresztül kellett vágni. És a legény, ahogy bement, bizony ráesteledett. És ha ráesteledett, akkor bizony a lova nem ismerte az utat, hát eltévedt. Jaj, Uramisten, hát most mi lesz én velem? Megesznek a farkasok? Vagy talán megesz a medve? Hanem, ahogy ment, ahogy poroszkál,
egyszer csak meglátott egy kis fény. No, földerült a képe, biztos ott emberek vannak. És ahogy bent közeled, látjám, 12 ember. A tűz körül járják az bunyickit. A fogosaikat csapkodták bele egy fatönkbe, stáncoltak. Ökröt sütöttek, vigadoztak. Hát, de nem tudott elég csöndbe menni. Észrevették. Észrevették a legényt, és ahogy észrevették, rögtön körbefogták. De nem ám táncba vitték, hanem megfogták, s megkötözték. Mert bizony ezek nem jóra való favágók voltak, hanem 12 rabló, abból is a leggonoszabb. Hey, mit kémkedsz te itt? Mit kutakodsz? Tán a nyomunkba jöttél? Jaj, dehogy jöttem, én csak eltévedtem az erdőbe, nem tegetőzött a legény. S kifaggatták, hogy kíséret nélkül vagy ilyen fényes gúnyába. És akkor a legény elmondta, hogy ő bizony a királyhoz megy látogatóba, s ő személyesen a király keresztfia. No, összesúgtak, buktak a rablók. Mit csináljunk? Miket mondhattak egymásnak? Öljük meg, fosszuk ki. Oho, várjatok! Mondta a rabló vezér. Figyeljetek! Nem volt már elég a rablásból. Nem volt már elég, hogy mindig itt alszunk az erdőbe. Halljátok-e, jó ételeket kéne ennünk, jó italokat, paplanyos ágyban aludni. Azt találta ki a rabló vezér. Hát úgyse tudják, hogy néz ki a király keresztfia. Majd ő beöltözik annak, és akkor aztán ő bemutatkozik a királynak, és viszi aztán utána rabló barátait. Ők vígan ott élnek majd a palotába. No, a legényről gyorsan ráhúzták a úri gúnyát, s ráadták a rablónak a gúnyáját. És bizony a rabló vezér megeskedte, hogy amíg én el nem mondhatja, hogy ők ruhát cserél. Jaj, szegény legény esküdött, ő mindenre esküdött, csak hogy az életét mentse. Rabló vezér azért annyit adott neki, hogy mint az öcsét, azt majd úgy bemutatja. És indultak befele a városba. Hanem a rabló vezér azért nem volt nyugodt. Mi van akkor, ha ez a legény, ez elárulja őt? Nem tartja a száját. Nem lesz ez így jó. Tudta a rabló, hogy a város szélén van egy kút, és a kútban egy liba. No, azzal nem is lett volna semmi baj, hanem ez a liba ez olyan volt, hogy aki oda a kúthoz vizet mert menni, az ahogy volt egyáltó helyébe bekapta. És akkor azt mondja a legénynek, hallod, de te legény, hozzánál nekünk csak sírülj egyet, egy kis vizet, úgy megszonyaztunk ebbe a hosszú útba, meg egy kicsit meg is mosdanánk, hát hogy menjünk úgy a királyhoz ilyen mocskosan, mosdatlanul. És a legény tudatlanul ment a kúthoz. Ment a kúthoz, néz bele, hát ott úszik a liba. Jó napot adjon Isten! Szeretnék egy kis vizet merni, de te ló, te ott úsz azon a vödrön. Kérlek szépen, menjél, szálljál le róla, és engedjed, hadd húzzak egy vödör vizet. Hallod-e te, legény? Te nem félted az életedet? Hát én miért féltsem az életemet? Hát csak egy kis vízért jöttem. Te nem tudod, hogy én miféle liba vagyok? Én nem, a rabló veszér küldött engem, hogy hozzak egy kis vizet. Én vagyok a félelmetes. Emberevő liba. Ó, hát én erről nem tudtam semmit. No, hallod-e te legény? Én most az egyszer megkönnyülök rajta. S nem eszlek meg. S ha egy kicsit vársz, még meg is ajándékoznak valamivel. S abban a pillanatban lebukott a vízbe, és egy idő után följött, s két üvegecskét hozott, és odaadta a legénynek. Az egyikre az volt írva, összeforraszt, a másikra meg azt, hogy feltámaszt. És odaadta a legénynek, menjen Isten hírével.
jó lesz ez még neki valamire. Ment a leki, ment vissza a rablókhoz, vitte a vizet. A rablónak, a rabló vezérnek csak kerekedett a szeme. Hát hogy ez a legény élete van? De nem szólt semmit. Na hát a jó Isten nem véletlenül adott két fület és egy szájat, hogy az ember kétszer annyit hallgasson, mint amennyit beszéljen, mert bizony ez a legénysel árult el, hogy ő beszélt a libával, és az hagyján a liba még meg is ajándékozta valamivel. És a rabló beszél, mintha mi sem történt volna, a világ lett természetesebb, dolga lett volna. Fogta, és mentek a királyhoz. És be is jelentkeztek. Adjon Isten felséges királyom, megjöttem, itt vagyok, a keresztfia. Nézi a király, nézi, csak ugyan valós. Ez lenne a keresztfia, ő már réged el is feledkezett róla. Csak most, amikor a legény említette, akkor derengett neki valami, hogy akkor annak idején ő még megkeresztelt egy legény. Hanem nézte, és nagyon elcsodálkozott. Ott volt a rabló, ugye, aki kiadta magát a király keresztfiának, és ott volt a legény, aki az öccse volt. De halljátok, ezek úgy különböztek, mint az átok meg az áldás. És kérdezte is ott a királyhoz, csak ugyan valós ő a keresztfiam? Igen, felséges királyom, igen, ő tartottad a keresztvíz alá. Hát mit volt, mit tenni? Jött a király kisasszony. Jaj, a király kisasszony, mikor meglátta a rabló vezért, sírva futott el, mert hogy szavamat össze ne keverjem. Halljátok-e, hogy nézett ki ez a rabló vezér? Ekkora nagy bumfordi óra volt, feketék a fogai, és mindezt egy nagy kopasz fej keretezte. Elég riasztó látvány volt. De a király azt mondta, hát miféle király lennék én, ha nem tartanám a szavamat? Ugye abban a régedes, régi időkben még a királyok tartották a szavukat, ugye? Nem volt mit tenni, a király kisasszonynak hozzá kellett menni a rablóhoz. S ha már lakodalom van, az nagy. Ebéddel jár, dínomdánommal, hát mit egy királynak, ez szemperc alatt megszervezte, terítette. Sorták a finomabbnál finomabb sülteket, nem ám emberhúsból, vadakat. Igen ám, de a sör, az bizony nagyon fogyott a királyi asztalnál. És a király egyre küldözgette a szolgákat, hogy menjenek csak lefele a pincébe, s hozzák föl a sört, de nem győzték. Na akkor azt mondja a rabló vezér, hallod-e te legény, menjél csak te segítsél. Aztán segítsél fölhozni azokat a sörös hordókat. Hanem, mikor a rabló vezér meglátta, hogy bizony-bizony a király kisasszony elég sűrű pillantást vett a legényre, gondolta magában, nem lesz ez így jó. És azt mondta a legénynek, hallod, te legény, menjél te is segítsél azokat a hordókat fölhozni, a sörös hordókat. És egy óvatlan pillanatban elment a legény után. És bizony, ha elment, a kését elővette, és egy szórással leszúrta, és utána fogta a darabjait, szana széjjel vágta, és ott hagyta. És visszaült a helyére, mintha mi sem történt volna. Na, a király kisasszony az éber volt, hamarosan föltűnt neki, hogy csak nem jön az a legény. Hát ugyan hova tűnhetett? És ő is fölkelt a helyéről, és először még azt gondolta, hogy biztos a legény, meg szeretné nézni a palota minden zegény zugát, de bizony sehol nem találta. És akkor a király kisasszony lement a pincébe, ott, ahol a sörös hordókat tárolták. És milyen látvány kerekedett a szem elé. Jaj, ti olyat még nem láttatok. Kezek, lábak, szanasz, így van.
Haj, sírt, rét, szegény király kisasszony, de aztán amikor egy kicsikét apadtak a könnyei, akkor látja, hogy ott a legény egy darabjával, ott ahol a nadrágja van. Kandikál kifele valami, nem az, hanem két üvegecske. Az egyikre az van írva, hogy összeforraszt, a másikra meg feléleszt. No, gondolta a király kisasszony, hogy veszteni valója nincsen. Összerakosgatta már, ahogy tudta, passzította, ugye, az alkatrészeket. És összeforrasztotta. Hát az a legény, előtte is olyan fájintos legény volt, de ezután hétszer teszem. Hétszer tesz daliásabb legénynek. És gondolta, mit veszíthet? Az így működött. Akkor abból a fölélezve pár cseppet a legény szájába csöppente. A legény nagyot nyújtózkodott, azt mondja, hogy haj, de jót aludtam. Na, hallod, de mondja a király kisasszony, arra aludtál volna örök életeden keresztül, ha én föl nem élesztelek. Akkor aztán a legénnyel fölmentek a palotába, és odaállt a legény a király elé. Felséges királyom, én tartozom egy vallomással. No, mondja te legény, én nem mondtam igazat felségednek, amikor én azt mondtam, hogy én a keresztfiának az öccse vagyok. Na, kerekedett a király szeme. Hát ki vagy te? Én vagyok a király keresztfia. No, a rabló, te átkozod, te megígérted, hogy amíg élsz, nem mondod el, hogy mi cseréltünk. Ez így igaz? S tartottam itt a szavamat. De én egyszer már meghaltam, és engem most már nem küt az eskünk. És így aztán töviről hegyire elmondta a legény, hogy vele mi történt, és hogy bizonyságának igazat adjon, a gyűrűt is elővette, és megmutatta a királynak. És a király visszaemlékezett, hogy csak ugyan valós, ez volt az a gyűrű, amit annak idején az apjának adott. Akkor aztán a legény nem sokat teketóriázott. Ott egy eltúhelyébe megkérte a király kisasszony kezét, király kisasszony önként adta oda, és az apja is igent mondott. És miután ez volt az utolsó lánya a királynak, aki még nem ment férhez, nagyon megörült neki. És miután látta, hogy neki ugyan már fia nem lesz ebben az életben, neki adta a fele királyságot a lánya kezével, és halála után pedig a trón. Hát ez így volt, igaz volt, minden szava igaz volt.